Magyar napcímmel szervezett állásbőrzét nemrég a Komáromi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal, a Sejános Egyetem konferencia központjában regisztrált munkanélküliek is tájékozódhattak a Komárom-Esztergom vármegyei munkalehetőségekről, de olyanok is érkeztek, akik váltanának. Elsődlegesen az autóipar képviselteti magát ezen a bőrzén, de a standok között találunk vegyipari vállalatot is, de van itt nyomda, és hát a kínálkozó munkalehetőségek között van gyártósori összeszerelői, operátori munkakör, tehát az alapvégzettséggel rendelkezők számára ilyen lehetőség is van, de vannak itt állások technikusoknak, adminisztratív munkaerőt is sokan keresnek, raktárosokat, de van itt olyan munkáltató, amely gyógyszergyártással foglalkozik, tehát oda laboránsokat, gyógyszerészeket keresnek. A Magyar Napot minden évben megszervezik. Ez a dél-komáromi cég már a 7. alkalommal van itt. Úgy vélik, érdemes munkaerőt toborozni Szlovákiában. Abszolút nyitott a cégünk, ugyanis jelenleg is rengeteg nagyszámú szlovákiai magyar dolgozóval dolgozunk együtt. 20-30 fő körülbelül nálunk szlovákiai kollega, és vannak, akik már bizony elég régóta a csapatunk oszlopos tagjai. Egyébként főként gépkezelői pozíciókat, tehát termelési területünkön gépkezelői pozíciókba keresünk munkavállalókat. Nagyová Darina, a Komáromi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója azt mondja, kiváló az együttműködés a két Komárom munkahivatalai között. Nem csak a Dunán inneni és túli lehetőségekről tájékoztatják közösen az álláskeresőket, hanem a Nemzetközi Ügyintézésben is szívesen segítkeznek az érdeklődőknek. Határmenti régió vagyunk, és bizony vannak munkanélkülieink, akiknek lehet, hogy jobban megy a magyar nyelv, ipari parkkal mi, mint Komárom külön nem rendelkezünk, tehát akkor itt van kézenfekvő, dolgozunk együtt a magyar ipari parkkal és az ő szabad helyeikkel. Nálunk is nagyon sok szabad munkahely van, de sok munkahely után el kell utazni. Ez lehet, hogy közelebb van, tehát gondolom, hogy az emberek mérlegelnek. Az állásbőrzén jelen volt Komárom polgármestere is, aki azt mondta, teljesen egyértelmű, hogy a Duna két oldalán fekvő településeknek fontos együttműködniük. Azt gondolom, hogy a Komárom észak és dél részének egy természetes együttműködésbe kell lenni, hiszen tényleg az van, hogy a mi közlekedésünk egymástól lényegében függ, vagy úgy össze lehet kötni, hogy ezeket az előnyöket legyen az kulturális programokra járhatunk egyik másik oldalra, járhatunk a termálföldő egyik vagy a másik oldalra, munkát vállalhatunk, bevásárolhatunk, van elektromos buszjárat a két városrész között. Most jelen pillanatban is az Interreg pályázatban, ami kimondottan határmenti régiókat céloz meg, valószínűleg 6 közös pályázatot készítünk el, Észak és Dél-Komárom. A dél-komáromi ipari parkba, Oroszlányba, Esztergomba, Kisbérre vagy Tatabányára százak ingáznak naponta Szlovákiából. Hiány szakmák ott is vannak, hegesztőket, sofőröket és gépkezelőket, szinte az egyik napról a másikra munkába tudnának állítani, de folyamatosan keresnek mérnököket és közgazdászokat is.